Sziasztok, én Bodó Sarolt vagyok, és ma a saját agilis táblámról fogok beszélni. Azért kezdtünk fizikai táblát használni, mivel egyrészt agilis tanácsadó van a családunkban, másrészt pedig a tanáraim különböző platformokon, például a Teams különböző fülein, e-mailben, Messengeren és Viberen küldték a feladatokat. Ennek a táblának a segítségével könnyebben át tudtam tekinteni, egy helyen tudtam tartani a feladataimat, így nem úsztam el a határidőkkel. Egy taskboard alapvetően három oszlopból áll. Az első a to-do, tehát elkészíthető feladatok, a középső oszlop, a második oszlop az in progress, ugye a már folyamatban lévő feladatok, és az utolsó oszlop a fázis a feladatoknak a done, vagyis a már elkészült feladat. A mi feladattáblánk taskboardunk setliből, illetve a táblázatból állt. Amint kaptam egy feladatot, fogtam egy egész színes setlit, ami a képeken látható, ráírtam a feladat leírását, illetve a határidejét. Ezt először is a to-do oszlopban helyeztem el, ahol minden nap priorizáltuk a feladatokat a bejövő feladatok fényében. Tehát előre kerültek a közelebbi határidejű, illetve fontosabb vagy hosszabb feladatok. Ha elkezdtem egy feladatot, akkor ez átkerült az in progress, vagyis folyamatban lévő oszlopba. Itt igyekeztem úgy tenni, hogy egyszerre csak kevés feladatunk legyen ott. Azért tartottam fontosnak, hogy kevés folyamatban lévő feladatom legyen, mivel nehéz volt egyik feladatról másik feladatra átváltani, illetve lassabban haladtam a munkával, szóval a sikerélmény is lassabban jött, és ez nem volt olyan motiváló, mintha mondjuk egyszerre csak kettő vagy maximum három feladatom volt ott, és azokat hamar be tudtam fejezni. Ha kapok egy feladatot, és nem helyezem el azonnal egy setli formájában a táblámon, akkor ez a tábla megint csak egy eszköz marad, és még mindig nem segített rajtam semmit. Így az én felelősségem, az én feladatom, hogy erre odafigyeljek, különben ugyanott tartok, mintha nem is használnám ezt a táblát. Volt rá példa, hogy evés közben kellett felállnom és elhelyeznem ezt a setlit, mivel a tanáraim akkor küldték el. A használat során a táblám is fejlődött. Én kiegészítettem két kis dobozzal, külön ablakocskákkal. Az egyik dobozba a dolgozataimat, számok kéréseimet írtam fel. Itt arra gondolok, hogy melyik napon, hánytól hány óráig lehet kitölteni egy bizonyos tesztet, vagy bármit. Így nem fordult elő az, hogy elfelejtettem megírni egy számok kérést. A másik dobozba a már ismert hang vagy videó hívásaim időpontját gyűjtöttem össze, biztosan jelen voltam az online órákon, nem maradtam le semmiről, és nem felejtettem el ezeken megjelenni. Én kifejezetten ajánlom ezt a táblát mindenkinek, mivel az én életemet is nagyban megkönnyítette. Ez a tábla nyilván nem csak iskolai feladatok elvégzésére alkalmas, tehát hogy munkahelyen is lehet alkalmazni. De arra bátorítok mindenkit, hogy egészítse ki az ő igényeinek legmegfelelőbben ezt a táblát bármivel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!